1988. november 27-e vasárnap. Ma van a országos kondicionáló verseny, ahol az amonyiak 7 gyerekkel képviseltetik magukat. Gajdó Feri, András, Balog Laci, Feri, Klós, Cang István és Cang Sándor. A bemelegítés folyik. Start Diák Sport Egyesület elnöksége nevében. Remélem örömmel vettétek tudomásul, hogy a harmadik kondicionáló verseny a Magyar Testesi Főiskola létesítményébe került megrendezésére. Ez a hely azt hiszem méltó ahhoz, hogy ezt az országos rendezvényt, amit azt hiszem mindannyiótok 7 hónappal ezt megelőzően elkezdett a felkészülésben, egy olyan helyszínen sikerül majd megrendeznünk, ahol nagyon sok híres, neves olimpiai bajnok, magyar sportoló tanult, illetve tanul jelenleg is. Azt a dicsőségtáblát, ahol a szöuli 11 aranyérmet nyert magyar sportolónak az emléke van, megnéznék majd az olimpiai kertet is. Én a mai versenyre nagyon sok sikert kívánok mindannyiótoknak, ahogy ezt már tavaly Miskolcon is hangsúlyoztam, sportszerűen küzdjetek, és ezúton szeretném már előjáróban megköszönni a Magyar Testnevelési Főiskola leendő testnevelő tanárainak, hogy a mai verseny rendezésében segítenek. Engedjétek meg, hogy a rövid bevezető után köszöntsem nevelőiteket, testnevelő tanáraitokat, valamint a Szociális Egészségügyi Minisztérium megjelent képviselőit. Akkor nincs más hátra, mint megkezdeni a versenyt. Kérem akkor a csapatokat, hogy vonuljanak el a verseny állomásokra. Még egyszer nagyon sok sikert kívánok, és találkozunk az eredményhirdetésnél. Oh,
Mit kapnak a gyerekek? Gyümölcsök. Miatt. Gyerünk, fél oda még. Jó van. Örömmel tölt el, hogy látom a srácokat itt dolgozni. Érzésem szerint ez nagyon nagy esemény számukra, és ez az erőkifejtés, én megmondom őszintén, más gyerekektől nem láttam. Tehát általános iskolában elég sokat foglalkoztam, gyerekekkel tanítottam, és ezt az erőkifejtést, amit itt ők végeztek pont nálam ennél az akadálynál, megmondom őszintén, hogy ritkán láttam ilyen szép eseményt, és előre is meggratulálok a nevelő otthonok tanárainak, testnevelőinek. Még egy kicsit gyorsan. Jó. Meg egy kicsit jó lesz az. Üljél föl derékszögig. Még egy kicsit. Jó. Thank you.
8 próbából, tehát 60 méter, 12 cseces futás. Szóval beküldték a koordinátorokat minden két hónapon át. Most a koordinátorok ezt összegezte, és beküldte nekünk, hogy az 5 körzetükből, most ez még tavaly volt, hogy 5 körzet, most még nem tudom, 6, ez biztos teljes csatós. Az 5 körzetben minden korcsoportban a legjobb 4-et beküldte nekünk, hogy ez jutott a döntőbe. És azok vannak most. Tehát tulajdonképpen egy pontjáért ki, hogy ez tartalmazva a részben. Itt van felsorban körzetenként nem elkönyv korcsoportunk. Hát például Szalágerszeg, Nárgot, Vártérés, Akocka, Akocka, Csolnok, Abon, Kira, Kisosáros, Gyilaváról. Megjött a... Maradjon a tarkótokon, jó? Fél percig kell csinálni az egész felülést, és utána a másik jön. Ilyen húzózkodásokat nem számolom. Tehát le kell engedned nyújtott karra, és onnan meghúzni úgy, hogy állik. Tehát az állnál legyen alul. Jó? Érthető akkor a gyakorlat. Nem is kell.
Pista, hogy hívják azt a terjesztő szolgálatot? Betűvető vagy? Betűvető. Biztos? Betűvető. Véget ért a ma délelőtt. Én először is szeretnék gratulálni nektek, hogy a sportszerűség az első helyen állt. Remélem, hogy sikerült megmutatni a főiskolát is. Sokatok fog egy olyan személlyel itt találkozni, aki a márványtáblán is szerepelt. Remélem, hogy nem lesz őt nehéz fölismerni. Őt kértük meg, hogy a mai kondicionáló országos versenyen a díjakat majd részletekre átadja. Ezúton szeretném megköszönni a Magyar Testnevelési Főiskola hallgatóinak, valamint a fővárosi... fővárosi Aga utcai nevelőotthon gyermekeinek. Azt a segítséget, hogy úgy érzem viszonylag időben sikerült a mai rendezvényt lebonyolítani. Azért, hogy némi kis várakozás történt, az azért volt, hiszen ezeket az eredményeket föl kellett dolgozni, és ide most számítógépet nem tudtunk telepíteni. Aki figyelmesen jött-ment itt a terembe, az megkapja majd az én külön ajándékomat. Kezeket föl, aki tudja. Tessék! Egy tapsot kérnék! Akkor megkérjük Kocsis Ferenc olimpiai és világbajnok birkózót, hogy legyen kedves ide fáradni. És megkérem Loska Szilárdot, a Start Diáksport Egyesület társelnökét, hogy a díjkiosztó ünnepségen a díjakat adja át a győzteseknek. Első, második korcsoport leány. Első helyezett Varró Ágnes iskola. Még egy technikai kérdést szeretnék elmondani. Természetesen amit átvesztek, azt át kell venni. Tehát írástudó emberek lévén itt majd az átvétel elismerjünk, lehetek kedvesek. A lányoknál második helyezést ért el Szűcs Edit. Kisújszárán. Ebben a korcsoportban harmadik helyezést ért el Rácz Paula. Dévaványa.
A harmadik korcsoportban első helyezést ért el Orsós Katalin. Balatonberén. Dupláztam. Ugyanennek a kategóriának második helyezette Stadler Marian. Budapest Szilágyi nevelőtől. És még mindig ennek a kategóriának a harmadik helyezettje Pap Mónika, Balaton-Zamárdi. A negyedik korcsoportban első helyezést ért el Bukros Erzsébet, Paddombori. Második helyezés Mongyi Mónika, Alsó Béla tere. És a negyedik korcsoportban harmadik Tebeli Erzsébet, Kencsapáti. Az ötödik korcsoportban első helyezést ért el Varga Róza, Kisújszállás. Második helyezést ért el az ötödik korcsoportban Orsós Eszter Fad. És ennek a kategóriának a harmadik helyezettje Tóth Szilvia, Hunfehértó. A hatodik korcsoport első helyezettje Reminius Piroska. Gyula! Fad! Bocsát, Fad! A hatodik korcsoport második helyezettje Balog Erzsébe. Ő is Fadi kislány. És a hatodik korcsoport harmadik helyezettje Varga Mária Kisújszállás. Hát ha egyet értetek, akkor az erősebbik nem következne. Lányok, egyet értetek? Nem. Akkor is ők következnek. Az első, második korcsoportban első Andrej Kovics Zsolt, Zalaegerszeg. Holtversenyben Bán Andrással, aki szintén Zalaegerszeg. Pardon. Helyesbitek, a második és harmadik helyezett van holtversenyben Bán András és Sánta Zoltán. A harmadik korcsoportban első helyezést ért el Turák János, Gyula. Turák. Igen, jól van írva, rosszul olvastam. Ő egyébként a karhajlításban 140-et teljesített. De külön ajándékot adom majd. És ő kapja majd tőlem a külön ajándékot. Második helyezést ért el Horváth Béla, Balatonberén. És ennek a korcsoportnak a harmadik helyezettje Orsós Sándor, Bakóca. A negyedik korcsoportban első helyezést ért el az abonyi Szőlősi Ferenc.
Őről annyit kell tudni, hogy a Start Olimpia legeredményes sportolója is volt egyben. Azt hiszem egy külön tapsot ez is megérdemli. A negyedik korcsoport második helyezettje Szúróka Béla Gyula. Harmadik helyezett Kovács Lajos, Alsó Béla Tele. Az ötödik korcsoport első helyezettje Gajdó Ferenc Abony. Várjál. Még sok dolgod van itt. Az ötödik korcsoport második helyezettje Kolompár Ferenc Gencsapáti. Ennek a kategóriának a harmadik helyezettje Ősz Róbert Alsó Béla Tele. A hatodik korcsoport első helyezettje Orsós György Balatonberény. A hatodik korcsoport második helyezettje Orsós Antal Nágocs. A hatodik korcsoport harmadik helyezettje Vince Miklós Abony. Kedves lányok, fiúk, ezzel a mai ünnepélyes eredményhirdetéssel a harmadik országos kondicionáló verseny a végéhez ért. Felhívnám a figyelmeteket a következőre. Azzal, hogy a mindennapos testedzésbe belekapcsolódtatok, ezt példaként adjátok át az otthon többi tanulójának is, hiszen egy ilyen országos versenyen a közel 15 000 nebulóból 130-an reprezentáltátok a nevelő otthonban folyó testedzést. Tehát arra kérlek benneteket, hogy ösztönözzétek egymást, hogy jövőre új arcokkal is találkozhassunk. Nagy öröm volt, azt hiszem mindannyiunk számára, hogy visszatérő arcokkal is találkoztam, akár az zalaegerszegi fiúkra, akár az abonyiakra gondolok. Én kívánok kellemes további hétvégét, nyugalmas visszautazást, és december 10-én, akik jöhetnek majd, várjuk nagy szeretettel a Start gálán. Akivel nem találkoznánk, kívánunk kellemes karácsonyi ünnepeket, és sporteredményekben gazdag új esztendőt. És akkor találkozunk megint a sportpályákon. December 10, Start Gala.
Bodnár Károly, mint jó tanuló, jó sportoló. Drávai igazgatóbácsi, mint startdíjjal kitüntetett. Ugyanígy Berta Andrásné, Erika Nézé. Lipák Pista bácsi, mint külső patronálunk, szintén startdíjat kapott. Régi ismerősök is találkoznak. Készülődő gyerekek. Közeledik a karácsony is. Ráva igazgató bácsival Kopecki Lajos készített interjút. Mondunk Molnár Dániel lesz. Elnök Balogh Tibor. Hogy ismered erődet, a tisztesség vagy te sport.
Ha tőled jön igaz kincs a dicséret, mert csak derékmunkával nyerhető. A versengés bőrbe útjai, s hitványfogások sorsa büntetés, és megvetéssel sújtanák, aki a pálmát álnok csellel küzdené ki. Az öröm vagy te sport, szabadra testünk örömtől remeg, ragyog szemünk erünkben vérviharzik. És tiszta szájra kél a gondolat, nyomasztó súlytól szabadul lelkünk, és boldog létét újjongva hirdeti. A haladás vagy te sport, szolgálatodra kivéltó kívánjunk, azt vigyázzon, hogy teste lelke egyre jobb legyen, kerüljön mindenki mértéktelen, tökéletesen törjön elhegyetlen, s óvja egészségét legfőbb javát, mint ki a régi mondástól tanul, épp testet választ az épp lélek otthonul. A béke vagy te sport, a népeket egymáshoz fűző szép szalag, és testvéré lesznek mind általad, önuralomban, rendben és erőben. Mert önbecsülést tanulnak az ifjak tőled, s más népek jellemét is megértik, s nagyra tartják, hogyha te tanítod őket túlszányolni egymást, mert versenyed a béke versenye. Öregül kívánok, hölgyeim és uraim! Tombi Andreát hallottátok, vagy hallottál, aki a Babkázás iskolájának volt a tanulója, és aki valóban egy gyönyörű verset mondott el nekünk a mai délelőtt. Néhány percet ezelőtt még a Stillenáknak a csendesét hallottuk itt a Magnó szavakról, ugyanakkor abban reménykedem, hogy hangos és vidám lesz a mai délelőtt, pedig az ember így néhány héttel, néhány nappal karácsony előtt mindig igyekszik összeszedni a gondolatát, hogy vajon mi is a legértékesebb ajándék, mi is a legfontosabb az életében, amivel meg tudja ajándékozni embertársait és saját magát is. A benne ez nem más, mint az együttérzés, vagyis a szolidaritás. Tulajdonképpen akkor, amikor a napjainkban mindannyian elfogadó szívvel hallgatjuk, hogy Örményországban a földrengés több tíz vagy talán százezer embernek a halálát okozta, akkor ami a legfontosabb, az éppen az együttérzés, amit az elesettekkel, a valamilyen szempontból hátrányos helyzetben lévő emberekkel érezni kell. Tehát végülis az együttérzés meg a sajtálkozás az két különböző részeiből, kelettől, nyugatig, a távoli nyírségből, Szaláról, délről és éjszakról jöttetik a gyerekek, a legkülönböző korosztályból, hogy bemutassák, mi az, amit megtanultak ebben a három évben, vagy már még korábban is, amelyben nagyon nagy segítségükre volt ez az egyesület, amit Startnak neveztek. Én hallottam néhány nevet, vagy kaptam néhány nevet azok közül a felnőttek közül, Tibor Tamásért, Varga Lászlóért, Székely Éváért, Lóska Szilárd és Pégül József, de nem akarok sorolni tovább, akiknek az anyjában megfogalmazódott a gondolat, hogy létre kell hozni egy olyan kis csoportot, amelyben remélhetőleg megnél többen és többen lesznek, és amelyik a sport segítségével, a napi rendszeres fegyelmezett munka segítségével tud egyre többet és többet produkálni. A véletlenül vannak olyan akár a szabadások, akár a nagyobb gyerekek között, aki először van Budapesten, az tegye fel a kezét. Széllyel nézek és úgy látom, hogy vacsorokban van szélső, és mondom neki, hogy tulajdonképpen merre felé jártál, az életemben először voltam Debrecenben 13 évesen úgy, hogy a megyei úttörő olimpián nekünk ott kellett futballmeccset játszani. A horizontokat látok, mert egyre messzebb és messzebb jár a világban. Például itt a felnőttek között, akik fél éve itt volt a gyerekkor határán vannak. Látom, Martinek János olimpiai bajnokot. Martinek János. Erős először távol a falujában, vagy távol a városában. Itt van Kőváv, itt a olimpiai ezüstérmes bajnok. Nagyon szépen köszönöm a tapsot a többiekkel is. Szóval, aki szintén a sport végén jutott el, hogy aztán mondjam a föld másik oldalára. Hiszen mind a ketten ott voltak Szőulban, és hogyha a sport végén eljutottok olyan messzeségekbe, olyan távoli helyekre, nem beszélve arról, amit végül is a kubernetes vers is megfogalmaz, hogy rendkívüli nemesítő ereje van. Nem akarok most Dombi Éva versének szavait, illetve a Dombi Éva által előadott versnek szavait újból citálni, részben nem is tudom, de azt hiszem, hogy a végső soréba úgy szól. Szóval, hogy a mai napon 3-4-5 éves gyerekektől 18 éves gyerekek produkcióidól legyen majd ámulni való, bámulni való, és akkor tulajdonképpen már nincs is más hátra, mint hogy néhány mondat erejéig, mivel én elég szószáker vagyok. Átadjam a szót Balog Tibornak, a Start ügyvezető elnökének, aki még miatt néhány szóval köszönhetett neked, és ez a titkó alatt
készül is a mozgássegélyt a nevelő otthon Budapest az utóbbi gyárvégsége mondanám, mint Békások. Szóval ez a nevelő otthon készül arra, hogy ritmikus gimnasztikai gyakorlatát. Köszönöm szépen! Sok szeretettel köszöntelek benneteket, önöket a Start Diáksport Egyesület elnöksége nevében. Remélem a mai programot tudjátok összeállni, mindenki jól fog szórakozni. Amit itt látni fogtok, az mind Magyarországon élő nevelő otthonokban felkészült gyermekek produkcióhoz. Kérem, hallgassátok meg figyelemmel, neked jó szórakozást, gyerekeknek és sikeres fellépést kívánok! Én örülnék neki, hogyha a mozgássegélyt a nevelő otthonból valaki esetleg idejönne, aki egy-két mondatban elmondaná, hogy hogyan és mennyi idő alatt készültek erre a produkcióra. Én alapásvetők vagyok, ugyancsak gyermekparalízis révén az egyik látom röviden volt olimpiai bajnokságot nyert. Nagyon sok olyan világhírű sportembernek ilyen hátránya volt gyerekkorában, és ami segített rajta, ami segített beilleszkedni, mert mégis ennek ez a célja, hogy lelkileg és fizikailag be tudjanak illeszkedni a gyereket a társadalomban, a felnőttek sorában. Szóval mi segített rajta az éppen a sportban, akkor tehát most következik, fogadjuk nagyon nagy szeretettel a mozgássegélyt a nevelő otthon produkcióját, amelyet itt a kettes helyszínen adnak elő. Látunk még egy produkciót, akkor következik tehát a második szám.
legkisebbek, akik itt vannak a végén, ők a középsősök a legnagyobbak közöttek, és vannak iskolások is, akik most maradtak ki tavaly, tehát most elsősök, illetve aki vezeti az első kettők már nagyobbak, de mivel rendszeresen tornáznak, ezért nagyon szeretnék volna, ha ők vezetik az egész bemutatót.
Ujás Katalin, Janca Krisztina és Szilvány Szilvia. Thank you.
Tagi Gyöngyér, Miskolcról Cseres Ilona és Bán Zsolt, valamint Zalaegerszegről Nagy Ferenc. Ugyanakkor a Magyar Olimpiai Bizottság rajzpályázatának győztesei is kapnak díjat, méghozzá Berezki Krisztián alsó Béla telepről, meg
Thank you.
mindegyük előre tanár mondta, hogy most kell készülni, és lesz ez a rendezés. Nagyon gyönyörűen sikerült, nem csak nagyon szépen. Még azért annyit árulja, de azt mondod, hogy kell. De azért ez nem igazán kell, ezt ti szívesen csináljátok, nem? Igen. Téged hogy hívnak? Strauss Krisztina vagyok. Hány év óta vagy itt az intézetben, a mozgásjavítóban? Én nekem mindenre a 6. év. Ez a 6. év, és te magad is, meg a papa, mama is látja, igaz, hogy mennyit fejlődtél. Ugye? Például mi az, amiket csináltad még így a gyakorlatok alkalmával? Vannak különböző szerek, ha jól emlékszem rá, a televízióban is láttam egy sportadás végén az intézet munkájával egy keveset. Jól emlékszem rá? Nem tudom, igen. Szóval milyen szerek vannak, mivel gyakoroltok? Szoktunk rövid szállalban, szoktunk hosszú szállalban. 5000 forintot kaptak jutalomból. Na, inkább egy hátban válaszoljunk erre? Hát, jó tanulok. 4 és feles. Még jobb. Még annál is jobb. Kérem szépen, akkor egy nagy tapsot igazán megérdemel. Csak nem azt akarod mondani, hogy megöttek így gyűjtött tanulóval. 4,8 egyetet, hogy ezzel az eredménnyel és a többiek is. És nagyon szépen köszönöm, hogy ide jöttél hozzánk, és ilyen okosan válaszoltál a kérdésekre, meg adtam a gyakorlatnak is. Nagyon-nagyon örülünk mindannyian, amit látunk. Jó? Köszönöm szépen! Csíl Bernadett, Pitos Maria. Pedig már éppen dísérni akartalak, hogy kérem, hadd neved csak így kapásból. Nem megy a másik kettő? Na, kedves Kunszkárban megy, és csak kérdezik, hogy ki volt a másik, megvan? Igen. Na, megvan mind a hat, köszönjük szépen! Most az, hogy valaki ilyen produkciót bemutassa, ahhoz azért egyéb sportokat is kell nézni. Éppen itt az ötödik fűkösi kislányoknál akartam mondani, hogy bizony, táncolni meg énekelni egyszerűen nem könnyű dolog, tehát mi az, amit csinálnak még jelen. Fehér Lajos Pacal beszédévre hallgat, annak idején Paplaci kortársa volt, olyan eredményeket ugyan nem ért el, mint a mi háromszoros olimpiai bajnokunk, de nem csak kitűnő box tudásáról, hanem ragyogó humoráról is ismert, és általában ő volt az, aki a tatai edzőtáborban a világbajnokok, olimpikonok részére szervezte a művész bemutatókat, úgyhogy ő hívta le Vojtágit, Bodrogi Gyulát, ő hívta le Rátonyi Robit, meg a többi énekes, zenés, táncos, komikus művészt, illetve humoristát, hogy egy-egy olimpiára vagy világbajnokságra való felkészülés előtt szórakoztassák a sportolókat. Ügyes és csinos, tervezetén lányok megcsatolják. Most pedig egy olyan nagyon hangulatos négy következik, Faludé, úgy hívják, hogy Felső Petély. Felső Petélyben is a legkisebb sportoló foglalkoznak a gyerekekkel, óvodások ellen ismétlés, már egyszer már elmondtam, hogy Szentén, Szundi, Tudor, Vidor, Habzikuba, Morgó, ez régen egy ilyen halálos kérdés, megkérkedő volt a saját gyerekeivel, hogy ki tudja elmondani a hét vezért, a hét törzset.
énekelni is megtáncolni is, igaz? Ilyen most korban, és köszönöm szépen Jóska, és akkor Jóska visszaérjön, jó? Jó! Köszönöm!
kiváló társadalmi munkájáért díjat kap Horányi Zoltánné, igazgatója Oroszlánnak, valamint Lipán István Abonyból. A Fiszkális Sport és Turisztikai Bizottságának elnökétől Kőbán Rita olimpiai ezüstérmes sportolótól kap díjat, méghozzá kiváló ifjúsági sportvezetői díjat Érdi Balázs sportkarrierje Komáromból. Úgyis Markuszi nem maradhat el, hogy ebben a kategóriában Sós László sportkarrierje Fatekor. Hozzánk Székely olimpiai bajnokő, Székely Ilma és Róska Szilárd társelnökő. És akkor ezek után már csak egyetlen dolog hiányzik, hogy a zenekar tagjai tus húzzanak, megszólaljanak a fanfár, és akkor rögtön szünet nélkül folytatjuk is a műsor harmadik részét, a lezáró részét. Köszönjük szépen!
Ott is fölléptek egy produkcióval, mind a nyitó, mind a záró ünnepélyen, de ezt a mostani gyakorlatot kifejezetten a ti kedvedekért, az önök kedvéért, a mai napra készítették, hogy állították össze, akkor nyomást álljon. Mindannyiunk érzéseit az együttérzéseit.
aki a planetikat fújja, vagy hogy hívják ezt a keleti ország részben, vagy Csúrát. Tehát Csúrákot fog a két kislány, és alatt a karácsonyi dalokat hallunk, illetve a játék közben karácsonyi dalokat hallunk, illetve két karácsonyi dalt. Azt mondta tanár úr, Kolozsvári László, hogy én nem érzel. Azt mondta Kolozsvári László tanár úr, hogy ha valakinek kedve van, akkor énekeljünk el. Hát kérem szépen, ha valakinek kedve van, nem vagyok, nem a kívül, aki megkapott a produkciójába, az most lesz a négyzetén ének, akkor az nyugodtan énekeljünk. Thank you.
Megpróbálok hangosabban beszélni. Bevallom neked őszintén, hogy hallatlan szerencsés embernek tartom magam. Szerencsésnek azért, mert olyan gyönyörű dolgokat látok, amit az ember hozott létre az egész világban, amiért másnak fizetnie, fáradnia, gürcölnie kell, nekem pedig megadatik a lehetőség, hogy ő csekélyke tehetséggel, de talán valamivel nagyobb szívvel körbejárjam az egész világot. Ragyogó sportolókat láttam, kitűnő művészeket, nagylelkű, nagyszívű embereket Magyarországon, vidéken, sportcsarnokban és színházakban, Európában és Európán kívül, és ennek a rengeteg élménynek, ennek az élménysorozatnak egyik kiemelkedő állomása volt ez a mai nap, amikor olyan gyerekekkel találkoztam, akiket tulajdonképpen nem segített meg az Isten jó szerencsével, és nem vezette őket rögtön a könnyű boldogság útjára, akiknek nagyon meg kell küzdeniük azért, hogy eredményt érjenek el, hiszen nem kapják meg első életévükben azt a segítséget, ami a legfontosabb talán egy gyerek számára. A szülői szeretetet, a szülői gondoskodást, és ezt helyettük mások próbálják megvalósítani. Olyan tanárok, olyan pedagógusok, olyan nevelők, olyan felnőtt emberek, akiknek ugyanolyan sokat kell kiadnunk magukból, mint amennyit a szülőnek ahhoz, hogy sok-sok árva, apátlan, anyátlan, ilyen-olyan, amolyan szempontból hátrányos helyzetű emberrel foglalkozzanak, előbbre segítsék őket. Bevallom őszintén, hogy mélyen meg vagyok hatva, és az igazság az, hogyha nem lennék erős lelkületű férfi ember, akkor talán el is sírnám magam, mint ahogy akkor, amikor Andris bácsival, akinek a vezetéknevét már elfelejtettem, Berettyó Újfalóból, szóval amikor beszélgettem, akkor nekem is elcsuklott a szavam, és neked is, aki a fölvételt csinálod, meg az összes többi tanárnak és az összes többi gyereknek nagyon szépen köszönöm. Mondják utána, mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gratulálunk az olimpiai szereplésnek, és szeretném, ha szólnak két szót az Abonyi nevelőotthon gyerekeinek, üzenjen valamit. Köszönöm szépen a felkérés, és köszönöm szépen a gratulációt is.
azt szeretném üzenni nekik, nektek, hogy én nagyon jól éreztem magam itt. Előre a helyről, ezzel az érzéssel üzenem azt, hogy sportoljanak. Hát minden kölcsönveszem Molnár Dániel szavait, pár perce beszélgettünk erről, hogy minden tudás nem esít. És ha valaki tud sportolni, valaki tud zenélni, ha valaki tud bármilyen olyan dolgot tenni, ami az ember, a társainak, embertársainak örömet szerez, akkor ezt csinálja, mert az érdemes magának és a többiekért is. Én is azért kajakozom, hogy amikor hazajövök, örüljenek annak az eredménynek, amit elértem, örüljenek annak, hogy hát kis ország végül is világszínvonalon van képviselve. Örüljenek, hogy és szeretnék olyan emberré válni, amilyennél tudom nevelni magam, minél jobbá, és azt üzenem nektek is, hogy meg kell próbálni, akarat kérdésen sikerülni fog. Én tudom, én is ezt csinálom, én minden nap szenvedek érte, a verseny is ugyanúgy izgulok, mint ti egy osztályzat előtt, vagy egy vizsga előtt, és utána nagyon jó érzés, és tudom, hogy nektek is az lesz. Ki üzeni ezt? Kőbán Rita, olimpiai ezüstérmes kajakozó lány, a legdrágább Rituka. Köszönöm. Nagyon örülök annak, hogy itt ma délelőtt részt vettem ezen a gálán, a Start gálán, nevelőotthonos gyerekekkel, ahol az ország nevelőotthonaiból számtalan szép műsort láttunk. Kiosztották a nevelőotthonosok jó sportoló, jó tanuló díjait, társadalmi munkások, dolgozók kaptak különféle kitüntetéseket. Örültem annak, hogy itt világbajnokokkal, olimpiai bajnokokkal találkozhatnak gyerekek, és megismerhették egymást minden az ország területéről. Sajnálom, hogy csak kevés gyerek tudott ezen részt venni. Jó lett volna, hogy minél többen ezt a gyönyörű rendezvényt láthatták volna. Hát természetesen annak is örülök, hogy mint a társintézmény igazgatója, ebből az alkalomból egy startdíjat is átvehettem. Szeretném, hogyha az iskolában a gyerekeink még többet sportolnának, de ezen túl a Start sport mozgalmon az egész világot, keresztül az egész világot megismerhetnék. Ennyiben a Start bemutató gálát rendezett a Nemzeti Sportcsarnokban. A Start a nevelő otthonokban élő gyermekek sportegyesülete, 122 gyermekotthoné. Az Abonyi nevelőotthon közvetlen a felszabadulás után szervezték, akkor kényszerből. Azóta sajnos szülői okok miatt elvált szülők, munkahelyjel nem rendelkező szülők, iszákosság és egyéb ilyen okok miatt kerültek hozzánk. Lehet azért csinálni, hogy ezek a gyerekek ne érezzék azt, hogy ők azért nem családból jöttek, nem családban élnek. Nagyon fontos, hogy az osztály közösségben olyan szellem alakuljon ki, hogy olyan programok jöjjenek létre, ahol megismerhetik a falusi családoknak az életét a gyerekek. Aztán sok olyan foglalkozást kell nekik tartani, ami az intézetből kiviszi a gyerekeket. És ezért tartjuk például nagyon fontosnak azt, hogy sportoljanak, kiránduljanak, táborozzanak nyáron a gyerekek, találkozzanak felnőttekkel nagyon sokat, és egyébként a családot pótolni intézeti körülmények között nem lehet, és az lenne a jó, hogyha erre nem lenne szükség. 1947. Kecskeméten voltam a Faragó Béla tanító és tanári árvaházban, mivel édesanyám a háború alatt meghalt, két tanévig jártam ott. Tehát lehet azt mondani, hogy ön is nevelő otthonból került. Nevelő otthonba, és nekem ez egy nagyon jó lecke volt, és amit én ott éreztem,
azt gondolom, hogy ezek a gyerekek szintén érzik, és próbálom azt csinálni, hogy ők ezt most ne érezzék, amit én akkor éreztem. Mit érzek? Nagyon árva voltam. Nagyon nehéz volt beleilleszkednem az ottani környezetben, és nagyon hiányzott a család nekem. Tanár úr, csodálatosan szép karácsonyi dallamok. Nagyon sok árva, de egészséges és szép gyerek vesz körül bennünket. Egy karácsonyfa is. Mit mondanám most? Szeretném, hogyha ezek a gyerekek a szüleikkel a családban lennének, és nagyon boldogok lennének majd, ha megnőnek. Kis Oliver.
második helyre Szalóki Zoltán. És a két harmadik helyre Fodor Zsoltot és Szabó György. Harmadik helyezett. És Rácz László harmadik helyezett. Thank you.
eljutottam idusán, vallásomat kérdezné valaki, azt válaszolnám nyíltan igazán, az én vallásom a hazám. Ki nemzetem javára él, ki munkában versenyre kér. Ki érte áldoz szüntelen, az egy vallásom van vele. Vallásom az, hogy én is ott legyek azok között, ki érte küzdenek. S mindent tegyen egészen a halálig, ami hazám dicsőségére válik. Ha márciusnak idusán vallásomat fürkészve kérdenék, azt válaszolnám nyíltan igazán, az én vallásom a testvériség. Vallásom az, hogy mindenkit szeressek, s míg okom nincs, senkit meg ne vessek. Becsüljem mindig más jogát, testvérileg karoljam át az irgalmas, a jó, a nemest, a tiszteletre érdemest. Vallásom az, hogy embertársaim közt ne válogassak rang és címer szerint. A hű, a munkás, tiszta lelkű ember jöjjön szívemre mind. Ha márciusnak idusán vallásomat kíváncsian kutatnák, azt válaszolnám nyíltan igazán, az én vallásom a szabadság. Szabadság, lelkünk méltósága, fénye, szabadság, férfiak legszebb erénye, mely önmagát fékezni tudja jól, de zsarnokok jármába nem hajol. Az én vallásom az a szent erő, mely vértanút sírjából tör elő. Vagy mint egy Isten égből földre jő, ha bűn, gonoszság uralomra hágott, hogy vérével megváltsa a világot. E nagy napon kívánom lelkesedve, vallásomat minden magyar kövesse. E nagy napon szívemből azt kívánom, ne legyen üres szó ez a három. Míg a magyarban lélek lángja él, haza, szabadság, testvériség. Pár éve hangzott el egy nyugtalanító mondat. Nincs nép, ami vesztett szabadságharcát ünnepelni, csak a magyar. Évtizedeken át meg is tettek mindent, hogy sok emberben kialakuljon ez a fénykép. Félő, hogy ebben az illúzió romboló világban ez a nap is elveszti igazi tartalmát. Nekünk magyaroknak szent dátum március 15-e. Valóban győztes forradalmunk ünnepe, vagy a bukott szabadságharc tragikus dátuma? Március 15-e csak kezdete valaminek. Ezt a napot hosszú reformkorszak előzte meg a korabeli Magyarország megteremtésének szellemi és politikai felkészülési időszaka. Ezen a napon azok az eszmék győzedelmeskedtek egy polgári forradalom keretében, amely eszmék hosszú időn át érdelődte a magyar politikai gondolkodásban és köztudatban. A történelem hosszú évszázadok óta heves harcokkal összefüggő magyar történelem. A középkor időszakától kezdve 400 év függetlenségért folytatott küzdelmének tekintették történelmünket. Úgy szoktuk mondani, a magyarság legnagyobb teljesítménye a fennmaradás. Vagyis hol a kirobbanó forradalomban kellett küzdenünk a jövőnkért, hol pedig nyugodtabb periódusokban próbáltuk azokat a vívmányokat megerősíteni, beépíteni a magyar társadalomba. Március 15-e vívmányai a feudalizmus bukását jelentették, és egyfajta modernizáció kezdetét. A szabadságharc elbukott, de a forradalom győzedelmeskedett. Fontos, hogy egy nemzet saját tetteihez és cselekedeteihez köthesse nemzeti ünnepét, és mi ezt a győzelmet ünnepeljük március 15-én. Hajtsuk vissza a történelem kerekét, és idézzük be 1848. március 15-ének előzményeit. Még kér a nép, most adjatok neki, vagy nem tudjátok, mi szörnyű a nép, ha föl kell, nem kér, de vesz, ragad. Nem hallottátok Dózsa György hírét? Izzó vastrónon őt elégetétek, de szellemét a tűz nem égeté meg, mert az maga tűz. Úgy vigyázzatok, ismét pusztíthat eláng rajtatok. Egy évvel a márciusi napok előtt így figyelmeztette Petőfi a magyar nemességet a Nép nevében című versében. Az intő szó hiába való volt.
A helyzet változatlan marad. Az elnyomott jobbágy panasza, a nép jajszava csendül fel a kórus dalokban és silakló énekekben. Szegény legény vagyok én, erdőmezőn járok én, rajcárom sincsen, elszakadt az ingem. Van egy lyukas nadrágom, ott is rajt 23 ég alatt állok, jobb időket várok. Gábor Áron rézágyúja fel van virágozva, indulnak már a tűzérek messze a határba. Nehéz a rézágyú, felszántja a hegyek völgye, édes rózsám Isten vélet, el kell várnom tőle. Szállj el, madár, fecske, madár, ebes ralújába, vidd el az én levelemet babám ablakába. Ha kérdi, hogy vagyok, mondd, hogy nagyon beteg vagyok, vásárhelyi közkórházban már el is elvadok. 1848 tavaszán végig söpört a forradalom egész Európán. Nálunk a forradalmat azok a fiatal írók, költők, jogászok, egyetemisták szervezték, akiket márciusi ifjak néven emlegetünk. Felnői Sándor, Vaspári Pál, Jókai Mór. Március 15-én reggel az egybegyülekezett fővárosi fiatalság előtt Jókai a következő proklamációt olvasta fel. Testvéreim, a pillanat, amelyet élünk, komolyabb teendőkre szólít fel bennünket. Európa minden népe halad és boldogul. Boldogulnunk kell nekünk is. Legyen béke, szabadság és egyetértés. Követeljük jogainkat, melyeket eddig tőlünk elmondtak, és kívánjuk, hogy legyenek azok közösek mindenkivel. Kívánjuk a sajtószabadságot, a cenzúra rögtöni eltörlését, felelős minisztériumot, a katonaság esküdjék meg az alkotmányra. A magyar katonákat ne vigyék külföldre. A külföldieket vigyék el tőlünk. Unió Erdély és Magyarunk között. Ezen jogokat követelni tartozik a nemzet, s bízni önerejében, s az igaz ügyben. Ekkor Petőfi lépett a színre, s elszavarta a nemzeti dal. Thank you.
Thank you.
Másnap elsődleges tendője volt a népnek a nemzetőrség tényleges életbe léptetését követelni. Akik Kossuth zászlaja alatt indultak harcba a szabadságért és függetlenségért. Áldjon meg az Isten, hogy nem sajnáltál fölvenni mára az ünneplő ruhát. Hogy legalább néha a közömbösségből még fölvörjattok, és legalább ilyenkor eszetekbe jutunk, hogy magyarul vagytok. Ó, hazaszeretek! Mi vagy te? Ki vagy te? Hogy néha milliók megváltója vagy te, hogy néha imádság életre, halálra hívó riadó vagy. És másszor, mint valami útszéli dologról, úgy beszélünk róla. Ó, hazaszeretem, csak hadd emlegetlek, úgysem élsz már itt csak az emlékezetnek. Sivatag időkben a magyar nép szívét elforgatták tőle. Szép vagy. Gyönyörű vagy, de mikor nem lehet megélni belőle. Ó, hazaszeretem, pedig hely nem régen, de otthon is voltál ezen a vidéken. Csodákat tettél itt, hogy az egész világ gyönyörködött benne. Ma elmondanom kis a legjobb embernek meseszámot. Petőfi dalában, Kossuth szózatában, te lobogtál akkor lelkünk viharában, Szuronyaink hegyén babonás hatalmú fénnyel te ragyogtál. Az elesett hősök végső mosolygása, te voltál, te voltál. Hát az örök édes anyai szerelmet kivarázslottad át álmod kegyetlennek. Özvegy mennyasszonyok elhagyott szívében büszkén kilobogtál. Magyar hon szerelem, de nagy csodaterő hatalom is voltál. Ó, ragyogó múltak édes szép emléke, szállj be ma, s maradj a szívünk közepébe. Gyógyíts mi pártos hibáinkból, s tégy egyé az egyben, mi árva, mi édes szép hazánk iránt. Örök szeretetben. Magyar! Élek! Nem közülünk mentve halálba egy korakos út regimentje? Verje meg az Isten! Veretlen ne adja, aki elfeledné, hogy minden magyarnak ott kell lenni, ha még egyszer azt üzenni. Áldjon meg az Isten, hogy nem sajnáltátok fölvenni mára az ünneplő ruhátok. Hogy legalább néha a közömbösségből még fölfölriadtok. És legalább ilyenkor eszetekbe jut még, hogy magyarok vagytok. Most szép lenni katonának, megmosódnak, megbúvárnak, Kossuth Lajos nem lett volna, katona se lettem volna, éljen-éljen a nemzet. Gyere, pajtás katonának, téged tesznek kapitánynak, pár esztendő nem a világ, éljen a magyar szabadság, éljen-éljen a nemzet. Százados úr seje, hol százados úr, ha felül a lovára? Visszatekint seje, hol visszatekint az elfáradt bakára? Ugye, fiú, szép élet a katona élet, csak az a baj seje, hol csak az a baj, hogy nehéz a viselet. Diófából seje, hol diófából nem csinálnak kokorsót. A bakának seje, haj, a bakának nem én a búcsúztató. Ájú golyó lesz annak a búcsúztatója, barna kislány seje, haj, szőke kislány lesz a megsiratója. Ha-h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 a-
Oh,
Ma 1989. augusztus 6-a van, egy vasárnap reggel. Itt állunk a Balaton kellős közepén, ahol egy csapból csurog a víz. Ez a Balaton nem más, mint a nevelőotthon előkészítő helyiségének az egyik vizes kagylója, amelyben található jelen pillanatban egy 70-80 cm hosszúságú harcsa. A harcsát az éjszaka folyamán Berényi Zoli fogta, aki tudva lévő, hogy nagyon jó alvó. És ennek ellenére vállalkozott arra, hogy kimegy az éjszaka horgászni, hát ez sikerrel is járt. Majd ő elmondja a történteket nem sokára. Kerüljön az igazságra, mondtam, hogy ebből a Balaton nagyságú medencéből vegye ki ezt a vadállatot, amit megfogott. Hát most erre vállalkozik, légy szíves. A harcsa tudnélik még éljön. Gyönyörű példány. Nagyon nagy bizalommal van iránta, most már nem nagyon fickándozik, de ahogy elnézem, az Zoli se, mert jó húzza a karját. Hány kiló lehet ez, Zoli? 7 kiló közül van. Zoli, te szakértője vagy ennek? Ez egy szelídített harcsa, ahogy elnézem. Sajnos kicsit már levegő után kapkod. Mondd el, légy szíves, hogy hogy történt? Hát este vállalkoztam rá, hogy kimegyek horgászni. Kis hallal nem szeretek horgászni. És elmentem piócát szedni. Hát egyel jó jártam. Szóval megbeszéltük Sanyi bácsival, hogy én előkészítek mindent. És ő 10 óra fele, 4-11 fele kijön. Én akkor már az én szerelésemet bepakoltam. Hát éjfélig nem fogtam semmit, nem volt semmi kapásom. És akkor helyzetet változtattam, egy másik csónak elé dobtam. Szóval, hogy a rádiót bütyköltem, egyszerre azt vesztem észre, hogy a világítós úszom, amit Sanyi bácsi kölcsönzött az én szerelésemhez, az eltűnt. Ő bent volt egy kicsit szundítani, és én nagy izgalommal vártam, hogy még egy pár percig hagy vigye. És akkor eltűnt az egész szerelésem, bevágtam neki, és megvolt a nagyhal. Akkor elkiabáltam magamat, hogy Sanyi bácsi tessék kijönni, mert megvan a nagyhal. Ő erre feltápászkodott nagy nehezen, és kiszaladt. Utána elkezdődött a harc. 20 percig tartott. Először még nem akarta megmutatni magát, de utána egyre-egyre jobban feljött. Akkor megláttam, nagyon örültem neki, hogy életemben ekkora halat foghattam itt a nevelő otthon tavába. Nagyon tetszett nekem is. És eljött a várovárt percek, amikor megvágóhoz, azt a Sanyi bácsi, és kivettük a partra. Ekkor már nagyon örültem neki, hogy nem ment el a nagy halam. A csali pióca volt. Mondjak még valamit. Nézzük. Amit most fogdosom. Hát ez, ennek köszönhetem a szerencsémet, mert ez egy osztott súlyzás. Ezen volt rajta. Egy vékony Mustang korog van benne. Beleakadt neki a szájába nagyon. És eznek köszönhetem, hogy amikor kivettük, akkor szakadt el, nem akkor, amikor a vízbe volt. Mert Sanyi bácsának köszönhetem ezt a súlyzást, mert ő csinált rajta mindent, én csak horgáztam. Fel tudod emelni? Fordítsd meg, hadd nézzük ezt a szürke hátát is. Yeah.
bírod még? Bírom. A szájában nyugodtan az egész öklöt beférni. Nem, ajaj. Csak ezt nem nagyon szereti. És most mi a szándékod? Abba hagyod a horgászatot? Nem. Ki akarod fogni a következő nagyot is, mi? Igen. De állítólag van itt bálna is. Van. Gyönyörű. Itt vannak a jövő horgászai. Ők igaz, még óvodások, de már most nagyon megkedvelik itt a harcsa szagára harapva a horgászatot. Nagyhat. Tessék? Ezt a nagyhat. Miért fogták? Te azért, mert bekapta a horgot. Tetszik neked? Igen? Mindig csak száját. Gyere ide a szájához. Hát kapkod a levegőért. Jaj, Nyúljál csak felé, nyugodtan nyúljál felé. Nyúljál felé. Hol a bajuszat? Hol a bajuszat? Ott a bajuszat. És a másik? Kusanyik a másik bajuszat? Hol is ott? Igen. Jaj, mekkora kusanyik. Nem bánk lenni. Csőrike. Mekkora? Ti is nem alszatok kétszer, aztán fogtok ti is ilyet. Így van, Csőri? Hol vagy? Emilke, te tőled még ilyet, mert nem késülködtél még. De megfelsülted, csak ilyen a haját. Nem harap. Harap? Nem harap. Harap? Zolikon Máli, és most mi a terved ezzel? Megvárom Sanyi bácsit, és felkoncoljuk. Fújsz meg a bajuszát! Nem? Bép? Igen? Láttál már ilyen nagy halacskát? Nem. Nyilván! Én már is vagy. Ebből paprikás lecsát kéne, gyerekek. Nem, nem, nem. Nem, nem, nem. Nem, nem, nem. Nekünk találkozottam menni, nem talán ilyen hagyományos, nem. Na most még az utolsó fél óráját hagyj töltse vízben, vigyünk be, jó? Eljött Kovács Lajos a családjával, aki ezelőtt 12 évvel volt a nevelő otthon növendéke. Részben bemutatkozni, részben itt tölteni egy pár szép napot. Ha
környezetben, amit ő állítólag szeretett. Nagyon jó körülmények között él, mint ahogy a mellékelt dolog is mutatja, saját lakása, saját autója van, és van két szép gyereke. Akit hogy hívnak? Kovács Gergő és? Mondjad a nevet. Igen. Ügyesen. Elkezdődik a műtét. Hasra fordni. Nem úgy pont fordítva. Úgy álljál, hogy ne. Két ütés elég volt neki, hogy elfelejtse, hogy ő harcsa. Most elválasztjuk a kocsit. Köszönöm. Igen. A kokolcsú ívet. Na itt egy, hagyjad, mert ott látni benne a piócát. Ennek a zsinórnak a végén. Jaja, még van. Igen. Igyekezünk, mert elkábult, vagy... A kábult... Van ez a meccsolószerűség kérdezi személyeket. Te csinálod, Zoli? Na most már tudja csinálni. Ezt szépen elválasztjuk. Ezt a bőnyét ott végig bevágod. Annyira, hogy csak a gerinc tartja, majd mindjárt egy pillanat. Ott a gerince, ott megkeresed a csigolya közti részt, valahol az erre felém. Úgy. Jó, van, csak vágd körül akkor mindjárt. Erről is arról. De nem úgy, itt pillanatra itt és itt vágd körül. Az, kifelé vágjad, kifelé. Ezt vágjad el, meg ezt tudom, hogy ez nehéz, úgy körbe. Úgy. Most a másik oldalról ugyanezt a műveletet. Jó. Fogd le a testét, és letörjük a helyét. Egy pillanat, nem? Hadd ide a késztet. Itt van a csibolyának, hát engedd el, itt van a csibolyának az a része. Most sikerült a csibolyát átvágni, elengedni.
ez a nyelvcsontja. Ott már látszik a gyönyörű harcsahús. Harcsa ezzel a kefezegű tűfogaival ragadja meg a ellenfelé, vagy a lábnyugatát. És ezzel a szoros nyelvvel pedig. Na most akkor láthatóvá válik az akadás helye. Ezek is. Kicsi horog és a rajta lévő pióca. Ez lett a veszte. Zolikán fog meg, hogy tudjon várni. Hó, nem is kellett már várni, ki jött magától. Hát ez csak a reparálás szempontjából érdekes, meg az a lényeg, hogy ez a horog, ez már fogott halat. Ezt tudod, hogy ez csontos részén. Hát ekkora a horog, amivel... Mi mozog nincsen? Hát várj egy pillanatra, akkor megfogom így inkább. Ekkora a horog, amivel fogta Zoli. Ez hányos horog? Ez egy nullás horognak felel meg. Ez végső soron pontyozó horog, csak ezt együtt kiúrtalt valahova bizonyságképpen, hogy... Zolikám, te ebből fogsz enni? Igen. Biztos? Biztos. Nem kérdezem. Na, és mit fogsz belőle készíteni? Jó halászeretnek, hát a rándott halcsánál finomabb nincs. Most akkor itten kezdődik a... Na ez a nyelőzsákja. Itt megy le a hal végeredményben ezen a... És hát itt megpróbáljuk ezt. Átugasztani, metróhoz kérem szépen. Nem hiszem, hogy a biotartalom már itt messze lesz. Előke. Úgy, úgy. Köszönöm. Most Zoli, erről az újjadról tudod úgy, ahogy szoktuk. Ha húzod szét, én meg... Intézem. De itt a végsősor bélrendszer. De hatalmas nagy. Vigyázz! Mert nagyon vigyázni kell az ebbe a hólyagra, hogy el ne fakadjon, mert képes az összes többi részt el. A csaliként alkalmazott, ezt így segítsék volna, hogy az egész bélrendszere szépen. Most ugye van az a bizonyos hasnyálmirigy, és a hashártya átvágása után találjuk meg a végeredményben
és végsősorban a vézedényei ebbe a bulóba. Most Zolikám, ezt légy szíves abba beletenni. Vagy nem? Csak tolda erre hátra, hogy... Pardon? Gyönyörű pióca. Igen, még ezt még egyszer föl lehet használni. Hát föl lehetne végsősorban. Hát ez a bizonyos éjszakai fogás így jut el teljesen a tálig, vagy éppen a tepsiig. És hát jó étvágyat kívánom. Hát köszönjük, majd részed legyen benne, ha elkészül. Figyelj ide, Zoli. Kötelező. Nézd ide. Gyomot tartom a vizsgálat. Senki sem maradjon ki a jóból.